ott vettem észre a lábnyomokat. A sárkeszi és környéke föltulajdonosok közösségének hivatásos vadásza területellenőrzés közben bukkant egy ősztetemre és több rapsic drótra. A férfi a felfedezés után azonnal értesítette a rendőrséget. A szervezet képviselője azt mondja, ezen a területen több mint két éve folyik orvadászat, de mindez ideig nem sikerült elfogni a tetteseket. A huroktól húzta el az illető a, a tetemet, úgyhogy biztos volt, hogy, hogy hurokkal fogták meg. Az orvadász elfogásában a rendőrség egyik német juhász kutyája nyújtott segítséget. Nikon az őzbak tetem közelében egy lábnyomról vett szagmintát, ez vezette az egyenruhásokat az orvadászok nyomába. A három éves kutya több száz méteren át követte a szagot, egészen a földig, ahol két gyalogló férfire lettek figyelmesek. Kések voltak náluk, szatyrok, amiben a feltetőn a húst akarták elvinni, és hát a házkutatás során pedig előkerültek még az ilyen húrkok. A rendőrök mindkettőjüket előállították. Az a férfi, akinél a házkutatás során előkerültek a drótok, vallomást tett és őrizetbe vette a hatóság. Társa pedig tanúként szerepel az ügyben. A feltételezett orvadást állatkínzással és lopással gyanúsítják. Amikor a rendőrök a férfi lakcímére mentek, az úton még két elhullott állatot is találtak, amelyek értéke több százezer forint.